A hétfő délelőtti elődöntőket követően kiderült, hogy a verseny első két kiemeltje, a nyíregyházi kedvenc Fucsovics Márton és a második helyre rangsorolt Marozsán Fábián játssza a délutáni finálét. A centerpályán teltház előtt Fucsovics kemény csata után 6-4-re nyerte az első szettet, majd a folytatásban 5-5-tel legalizált a gyac teniszezője. A harmadik játszma elején 2-1-es vezetésénél Marozsán Vádlia begörcsölt, és bár a játékos a folytatás mellett döntött, a hátralévő labdamenetekben nem volt esélye, a láthatóan már visszafogott Fucsovicssal szemben, aki így tornagyőzelemmel hálálta meg a szurkolók szeretetét. Tudtam, hogy a Fábián egy jó játékos, egy-két hónapja ki is kaptam tőle, dolgozott bennem a bizonyítási vágy, hogy megmutassam, hogy ki a magyarok istenet teniszbe. Szerencsére a döntőszedben fölé tudtam kerekedni fizikálisan, és így járni tudtam. Nagyon jó hangulatú verseny volt, nem is számítottam el, hogy ilyen sokan ki fognak jönni. Az én meccseimben mindig teltház volt, tehát szeretném megköszönni mindenkinek, aki kilátogatott és bíztatott engem. A fiatal Marozsán érthetően sajnálta, hogy nem tudta egészségesen végigjátszani a döntőt. Sajnos a harmadik szett 2-1-nél begörcsöltem, azt gondolom, hogy addig nagyon jó színvonalat tudtam nyújtani. Nagyon jó meccset raktunk ide a teniszpályán, én azt gondolom a döntőben. Kicsit sajnálom, hogy egy napon volt az elődöntő-döntő. Nem vagyok hozzászokva, hogy egy top 100-asra tudok játszani azért minden nap. Soha nem fordult még elő, hogy begörcsöltem ilyen szinten, sőt, talán még soha nem görcsöltem. Nem tudom, hogy ez most minek volt köszönhető, most ezt megpróbálom kikurálni magam, de azt gondolom, hogy teljesen ott hagytam a 100%-ot a teniszpályán, és megtettem mindent, amit csak tudtam. Nagyon nehéz volt ennyi ember előtt pályára lépni, nem vagyok ez annyira még hozzászokva. A Marcinak azért az hazai közönség, hazai pálya az mindenféleképpen segített, szerettem volna nagyon megnehezíteni a dolgát. Azt gondolom, hogy azért ez sikerült is, mert döntőszedet tudtam kényszeríteni, hogyha nem nincs ez a görcsölés a döntőszedben, akkor azt gondolom, hogy talán meg is tudtam volna verni, hogyha úgy alakul a vége, de azt gondolom, hogy szoros lehetett volna a döntőszet, és egy nagyon jó meccs lehetett volna. Becser Zoltán versenyigazgató maximálisan elégedett volt a torna három napján látottakkal. Nagyon-nagyon színvonalas mérkőzések zajlottak az elmúlt három nap. Úgy érzem, hogy aki ide kilátogatott az elmúlt időszakban, valóban tényleg a magyar teniszezők krémjét láthatta játszani, és ők rászolgáltak erre a kitüntető címre, mert tényleg olyan színvonalas mérkőzéseket produkáltak, amit magyar pályákon nagyon ritkán látni. Aki a döntőt pedig tényleg látta, az a Fábián sérüléséig azt gondolom, hogy tényleg nemzetközi szintű mérkőzést láthatott. A női egyest az MTK-s Nagy Adrien nyerte, a 14 éves fiúknál pedig a nyíregyházi Juhász Bence végzett az élen. Fucsovics Márton a következő két hétben kemény pályán készül, majd elutazik New Yorkba US Openre.